A vegyes hulladékgyűjtőket június végétől folyamatosan csippekkel látják el, azért, hogy átláthatóbb legyen, mennyi hulladék keletkezik egy-egy háztartásban. Az új rendszer üzemeltetéséhez szükségessé vált új járművek és gépek beszerzése is. Ezen túl 10 darab tömörítős kukásautó, új konténerszállítók, fűkasza, homlokrakodó és villástargonca segíti majd a hulladékgyűjtést. A lakosságnak szánt gyűjtőedények egy részét a mai nappal kezdték kiosztani. A lakosság részére kiosztásra fog kerülni 22 ezer darab szelektív hulladékgyűjtőedény, ami tulajdonképpen az eddig működő házhoz menő zsákos hulladékgyűjtést fogja kiváltani a családi házas övezetekben. Ezen kívül 2000 darab házi komposztáló edény kerül majd kiosztásra, azokban a peremkerületi városrészekben, ahol még végezhető a kiskerti gazdálkodás, úgyhogy konyhakertek vannak, és az ebben a komposztálóban termelhető talajavítóanyag az helyben felhasználható. A lakossághoz igazodva a délutáni órákban és hétvégén szállítják majd házhoz az új, időtálló és nagy űrtartalmú hulladékgyűjtő edényeket. A beruházás célja a kommunális hulladékmennyiség, valamint a közszolgáltatási díj csökkentése, de a szolgáltatás átláthatóságával a járatok száma is mérséklődik. Lecsökkenhet a talajterhelés, lecsökkenhet az utak terhelése, a károsanyag kibocsátása a járatok során. Azon kívül jelen pillanatban a városban 80-85%-os a csippek felszerelése a kommunális hulladékgyűjtő edényekre, valamint a 12 darab használt autóra felszerelése kerültek az érzékelő berendezések. Szakemberek szerint az új rendszer környezetvédelmi szempontból sem elhanyagolható, Nyíregyházán már a 90-es évektől van szelektív hulladékgyűjtés.